Imádkozzunk. Magasztalunk mindenható Istenünk téged is. Azért jöttünk erre a helyre, hogy énekeltük is, hogy találkozzunk veled. Szeretnénk, Uram, meglátni téged is, a te jelenlétedben lenni. Köszönjük, Uram, azt, hogy mindenütt jelen való Isten vagy, de mégis, Uram, ott vagy jelen, ahol téged szívből imádnak és magasztalnak. És szeretnénk, Uram, most így helyet adni neked közöttünk. Kérünk, hogy tisztíts meg és szentelj meg minket. És szeretnénk, Úr Jézus, azt, hogyha változtatnál minket ezen a ma estén és a te igéd által. Köszönjük a te beszédedet, amely a mennyből szánt alá, és köszönjük, Uram, azt, hogy így akarod ezt a mi szívünkbe írni és átformálni azt. Kérünk, Uram, hogy végezd ezt a megújító munkát ezen a ma estén is közöttünk. Amen. Kedves testvérek, keresünk meg a ma esti igénket, amit megtalálunk írva a Sámuel első könyve 25. részében, a 18. verstől a 33. versig fogjuk felolvasni. A ma esti igénket megtaláljuk írva a Sámuel első könyve 25. részében, a 18. verstől olvassuk. Akkor Abigél sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszuszőlőt és 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. És mondd az ő szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek, de férjének Nábálnak nem mondál meg. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, és leereszkedik a hegynek egyik mellékösvényén, íme Dávid és az ő emberei lejövének elejébe, és ő összetalálkozik velük. Dávid pedig azt mondotta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségével, most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mikor pedig meglátta Abigél Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborul a Dávid előtt, és meghajtá magát a földig. És az ő lábaihoz borula, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én Uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél volt. Most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsáss meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lent bekötve az Úrnál a te Istenednél, ellenségédnek lelkét pedig a paritjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak, mind aszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, ne legyen ez neked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondd a Dávid Abigélnek, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előnbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk még egy éneket, ha lehetséges, és ezzel is dicsőítsük a mi Urunkat. Szeretnék így szeretettel köszönteni mindenkit addig is, és örülök, hogy itt lehetünk ezen a ma estén. Hadd legyünk egy imádságos szívvel az Úr tudjon hozzánk szólni az igéből, és így várjuk az Istennek üzenetét. Énekeljünk most egy éneket.
Csodálatos történet ez, amit felolvastunk a Sámuel első könyve 25. részében. Ez a történet egy különleges gyöngyszeme a Bibliának, egy nagyon szép történetet tartalmaz, ami egy bosszúról szól, amit először bosszúnak indul, és a végén szerelem lesz belőle. Nagyon érdekes, tanulságos ez akár még fiataloknak is így elolvasni, meg az egész mindenkihez szól a Biblia, és Isten cél alatta nekünk ezeket az igéket, hogy ezekből tanuljunk, és ha tudna ez hozzánk szólni. Ha tudnánk kicsit megérteni ezt a történetet, és elevenítsük fel azt, hogy miről is szól ez a történet. Ez a történet egy családról szól, egy férről és egy feleségről, akinek a neve Nábál, aki egy nagyon jó, befolyásos ember volt, és jól gazdálkodott, sok mindene volt, akinek a felesége Abigail volt. Ezek ott éltek, ahol leírja az ige, Kármel pusztáján volt az ő legelője. Dávid ebben az időben bujdosott Saul elől. Dávidnak a bujdosásában ő sok emberrel volt körülvéve. Olyan volt ez, mintha egy ilyen csapat, ilyen hadsereg lett volna neki, akik elő bujdosolt, akik elől menekült Saul elől. De végső soron ők egy kicsi hadsereg voltak, aki ott volt Dávid mellett, és így élték ők az életüket ebben az időben. Azt olvassuk róla, hogy Dávid ott, ahol volt az ő csapatával, azon a helyen volt, ahol Nábálnak voltak a juhai. És ők, mivel ott voltak, egyfajta biztonságot, védelmet jelentettek a pásztoroknak. És sok minden baj fenyegetheti a pásztorokat is kint a mezőn, jönnek mások, elűzik őket, elzavarják, de hogy ott voltak Dávidék és az ő csapatuk, ők egy védelmet jelentettek, és így ott voltak, és senki nem bántott senkit, és jó békességesen megvoltak a pásztorokkal, ott a juhokkal. Ennek kapcsán Dávid, mivel felelős volt az ő csapatának eltartásáért, gondolta, hogy egy kis szívességet kér Nábáltól, és megkéri, hogy most, amikor a júnyírás van, és amúgy is sok ember ott van, és sok juha van, hadd adjon nekik is belőle párat, és segítse az ő csapatát is abban, hogy valami élelmiszert adnak neki. Ezért küld Dávid egy küldöttet oda Nábálhoz, hogy küldjön már valami segítséget Dávidnak is. Amikor meghallja ezt Nábál, hogy mit kérnek a szolgák, Nábál azt mondja, hogy hát honnan tudjam én, hogy valóban ti nem egy valami jött-ment emberek vagytok, vagy tényleg Dávid küldött titeket, és nem adok nektek semmit, és menjetek vissza is, és nem adott nekik végül semmit.
Amikor Dávid ezt meghallotta, hogy Nábál ilyen hidegen és szívtelenül elutasította az ő szolgáit, akkor hirtelen haragra robban, és azt mondja, mindenki kardot fogjon, és most megyünk, és levágjuk az egész családot, és megbosszuljuk ezt, amit ő tett. És Dávid mondja is, amit felolvastunk ebben a történetben, hogy milyen ember az ilyen, én segítek neki, ott vagyok mellette, és a juhait őriztem, a pásztorok mellett ott voltunk, nem bántottuk őt semmivel, és most, mikor egy kicsit kérek tőle, még ebben sem tud nekünk segíteni. És Dávidban ott volt az elhatározás, hogy megy a csapatával, és lemészárolja az egész családot, az egész szolgáját, és minden, amilyen volt, hát képzeljünk el egy dühös, feldühödött hadvezért, hogy megy, és ő ezt most megbosszulja. Amikor meghallott az egyik szolga azt, hogy mire készül Dávid, gyorsan rohan Abigailhez, hogy elmondja azt, hogy mire készül Dávid. Abigail volt Nábálnak a felesége, és amikor meghallja ezt a dolgot, ő megérte ennek a mélységét és fontosságát, hogy itt most az életünk forog kockán. Ha jön Dávid, ő mindannyiunkat megöl, és lemészárol, és képes erre, és elég hadereje van, hogy ezt megtegye. De Abigail okos volt és bölcs volt. És megpróbál a dolgok elejébe menni, hogy ne történjen ez meg, ez a tragédia. Ajándékokat készít, és így megyen Dávid elé. És ahogy sok mindennel felszerelkezik, sok minden finomságot visz, amivel Dávidnak kedveskedhet, és így útba találja Dávidot, aki éppen akkor is mondja azt, hogy ő meg fogja bosszulni ezt Nábálnak. És ebben a találkozásban Abigail alázatos módon térdet hajt Dávid előtt, és kijönti az ő szívét, és elmond minden szóról-szóra, hogy történt, és próbálja Dávid kiengesztelni, és próbálja Dávidot meggyőzni arról, hogy ne tegyen meg ezt a szörnyű lépést az ő családja felé, mert az Úr irgalmában van, és az Úr másképpen szeretné, hogy ő tegyen. És annyira a szívére tud beszélni Dávidnak Abigail, annyira meggyőzi az ő kedvessége, az ő bája, alázatos volta, hogy Dávidnak a szíve megesik rajta, és azt mondta, hogy jól van Abigail, nem fogom megtenni azt, amit eltökéltem a szívembe, és visszafordulunk a csapatunkkal. Abigail ekkor nagyon megkönnyebbül, és örül annak, hogy végül is terve sikeres volt, és hogy nem történt meg ez a szörnyű tragédia, amit Dávid eltervezett. Amikor pedig visszamegy Abigail az ő házába, akkor azt találja, hogy hát ott volt Nábál, és ott mulatnak, szórakoznak, ott részegeskednek az ő embereivel, és fel se fog semmit abból, hogy mennyikora veszély fenyegette őt, és közben ő csak otthon mulatozik. Nem is mondott neki aznap semmit, hogy mi történt, mert olyan részeg volt, hogy nem tudott kivel beszélni. Majd másnap reggel, mikor kihozonodott Nábál, akkor mondta el Abigail, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. Hogy Dávid már itt volt majdnem a kapuban, hogy lemészároljon minket, és én mentem, hogy kiengeszteljem őt, mert olyan gonosz volt a szívet, hogy nem adtál neki egy-két juhot, hogy ők is valamiből éljenek. És amikor azt mondja az ige, hogy amikor meghallotta ezt Nábál, az ő szíve megkeményedett, az ő szíve hideg lett, és akkor sem indult meg, akkor sem tért meg, hogy megbánta volna az ő bűnét. Azt olvassuk, hogy végül is nem kellett Dávid megbosszulja ezt a dolgot, mert az ige azt mondja, hogy 10 nap múlva Nábál meghalt. És az Úr így bosszulta meg Dávid helyett, hogy elvette Nábálnak az életét, és ott maradt Abigail özvegyasszonyon. És amikor ezt meghallotta Dávid, akkor egyrészt örült annak, hogy Isten így gondoskodott róla, és így tett Isten igazságot az ő ügyében, másrészt pedig örült annak, hogy Abigail most özvegye maradt, és így elveheti őt feleségül. És azonnal is küldött egy szolgát, azt mondta, hogy hívjátok ide nekem Abigailt, mert szeretném őt elvenni feleségül. És ez olyan csodálatos történet ez, hogy végül is ebből a bosszúból, ebből a szörnyű tragédiából, amik lehetett volna, egy ilyen szép szerelmi történet kerekedett ki, hogy Dávid végül is elveszi Abigailt, és így egy felesége lesz neki, mert megtetszett az ő kedvessége, alázata, az ő szépsége Dávidnak. Egy csodálatos ószövetségi történet az előttünk, amiben már így önmagában is sokat tanulhatunk, de mi ennek az üzenete számunkra most itt nekünk, ma élő embereknek? Szeretném ebből a történetből meglátnánk először a lelki vonatkozását, hogy az Isten akar szólni hozzánk is a történet kapcsán. Ugyanis amikor ezt a történetet látjuk magunk előtt, akkor felismerhetjük benne az Istennek a képét, és felismerhetjük benne a bűnös, elbukott embernek a képét, aki nem akar az ő teremtőjével szemben megalázkodni. Az első igazságot, amit kiemelhetünk ebből az igéből, az, hogy milyen az Istennek gondviselése.
Azt olvassuk Nábáról, hogy neki sok mindene volt, de mindez igazából azért lehetett, és ott, amikor nyírta az ő juhait, mert ott volt valaki, azaz Dávid, az ő csapatával, akik védték és őrizték az ő juhaikat. Nábál örült annak, hogy nagyon sok juha van, és mit gondolt ő arra, hogy ki segített nekem ebben, pedig lehetett volna úgy, hogy a bárányait ellopják, vagy farkasok támadják meg, vagy valamilyen más módon elvesznek ezek az állatok. Ott volt Dávid, és gondot viselt róluk. Védelmet jelentett Nábál számára. Ilyen módon van jelen Isten is a mi életünkben. Az isteni gondviselés. Sokszor az ember úgy gondolja, hogy minden, ami van, az csak magamtól van. Azért, mert én dolgoztam érte, azért, mert az én kezem kereste, holott Istennek ott van az ő gondviselő kegyelme, ami az életünk felett. Hogy adja a megfelelő időben az esőt és a napsütést, és az ő kegyelmét és az ő oltalmát. Sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy az Isten ott van, és mégis ő őriz és gondot visel rólunk. Az Istennek gondviselése minden emberen jelen van. Nincs olyan ember ezen a földön, aki ne tapasztalta volna meg azt, hogy az Isten jó hozzám. Minden ember élvezi az Istennek jóságát, az ő gondviselését, az ő védelmét. Az Istennek biztonságában élünk. Ha látjuk ezt a mai világot, és látjuk azt, hogy annyi veszély fenyeget minket, annyi katasztrófa fenyeget minket, annyi minden lehetne ezen a világon, ami érhetne minket. De Isten olyan sok mindentől megóv, és megóvja mi életünket, és nem is tudjuk ezeket. Nem is mondja az Isten nekünk azt, hogy nézd, mennyi mindentől megvédtelek ezen a mai napon is. Mert az Isten ezt az ő jóságából, szeretetéből teszi. Ezt látjuk az Isten gondviselésében, de látjuk azt az embernek a hálátlanságát, hogy hogyan viszonyul az Isten gondviselésére, hogy nem látja meg az Istennek jóságát. Az Isten jön mi hozzánk is, hogy kérje a mi szívünket. Jön azért, hogy lássa azt, hogy vajon felismerjük-e azt, hogy minden jóság az Istentől származik. És azt látjuk, hogy az ember hasonló módon, mint Nábál, ugyanolyan hálátlan, ugyanolyan kemény és kőszívűek vagyunk sokszor, nem látjuk meg az Istennek jóságát. Ez a hálátlanság, ez az embernek legnagyobb bűne, amikor nem látjuk meg az Istennek jóságát és kegyelmét, és nem tudunk előtte leborulni, és nem tudjuk oda tenni az Isten elé azt, amit ő nekünk adott, hogy abból neki visszaadjunk. Visszaadjuk a dicsőséget, visszaadjuk a hálát ő neki. Megfigyelhető Nábálnál egyfajta hitetlenség is, amikor ilyen hitetlen módon fogadja a szolgákat, és azt mondja nekik, hát de honnan tudjam én azt, hogy valóban titeket az Isten, vagy valóban titeket Dávid küldött. Hasonló módon próbálja magát mentegetni a ma embere is. Küldi Isten az ő embereit, küldi az ő szolgáit, hogy figyelmeztesse az embereket, és ahelyett, hogy az ember letérdelne az Isten előtt, és beismerne azt, hogy igen, Uram, bűnös ember vagyok, és látom azt, hogy te mennyi jót teszel velem, nekem az lenne a dolgom, hogy megalázkodjak előtted, és letérdeljek előtted, az ember is inkább könnyebben hoz mindenféle kifogásokat arra nézve, hogy hitetlenkedjen. De Nábálnak ez a hitetlensége egyrészt meggyőzte saját magát abban, hogy ő, amit tesz, azt jól teszi. Hiszen azt mondta, honnan tudjam én azt, hogy titeket valóban Dávid küldött? És nem igazam van? Hát nem jól tettem? Hát nem meg lehet ezen a mai világon bízni valakiben? Egyfajta olyan hitetlenséget fejezett ki, amiben saját magát igazolta abban, hogy miért nem hisz ő a szolgáknak, és miért nem akar ő jót cselekedni Dáviddal. Hasonló hitetlenség vesz erőt ma is sokszor az embereken. Egy olyan hitetlenség, amivel az ember meggyőzi sokszor saját magát, hogy miért ne kéne jót tegyen, vagy miért ne kéne az Istent kövesse. Van, aki például azzal győzködi magát, hogy honnan tudjam én, hogy a Biblia egyáltalán igaz? Hát nem tudom. Ha tudnám, hogy igaz a Biblia, akkor hinnék benne, de mivel nem tudom biztosan, hogy igaz, ezért nem hiszek benne. Honnan tudjam én, ha segítek valakinek, egy koldus, ha kér tőlem, hogy nem-e alkoholra vagy cigarettára fogja költeni azt a pénzt? Hát inkább akkor nem adok neki. És sokszor ilyen hitetlenségből, vagy ilyen gyanakvásból az ember megnyugtatja saját magát arra nézve, hogy miért jó neki, ha hitetlen állapotban marad. Az Isten pedig azt szeretné, hogy mi higgyünk az ő szavának, és higgyünk abban, hogy ő valóban jóságos hozzánk. Mindenek következtében látjuk azt, hogy ott van az Isten haragja, ahogy ott volt a Dávid haragja is. Mert hogyan is viszonyul egy ember arra, amikor látja azt, hogy én jót teszek vele, ő pedig gonoszul bánik velem. Kedves testvéreim, mit várunk mi az Istentől? Hogyan viszonyuljon az Isten ehhez az emberiséghez? Hogyan viszonyuljunk hozzá, amikor látjuk az Isten mennyi jósággal, mennyi jóval megáldja az embert, és aztán pedig jön az Istennek bosszúja és haragja. Akkor az ember utána megijed, azt mondja, Uram, hát miért tetted ezt velünk? Hát miért kellett nekünk ilyen nagy katasztrófát és tragédiát hozzá ránk?
Manapság is, hogyha látjuk a híreket, látjuk azt, hogy mennyi felé vannak földrengések, árvizek, és ilyenkor az ember hibáztatja az Istent, Uram, miért adod nekünk ezeket a sok rossz dolgokat? De bezzeg a templomok üresek, az imaórák üresek, az emberek elfeledkeznek arról, hogy az Istennek visszaadjanak abból, amit kaptunk tőle, visszaadjuk Istennek a dicsőséget, de amikor jön a katasztrófa és jön a baj, akkor az Istent hibáztatjuk. Az Isten haragja pedig következik, és hasonlóképpen jön erre a világra is, kedves testvéreim, és nem szabad nekünk elfeledkeznünk arról, hogyha a Dávid fel tudott lobbanni az ő haragjában, azért, mert igazságtalanságot látott, akkor mennyivel inkább fog az Isten haragja fellobbanni a világ ellen. Amikor látja azt, hogy mindent megtettem az emberekért, küldtem az én prófétáimat, küldtem az én követeimet, és végső soron küldtem az én egyetlen egy fiamat is, és őben se hittek. Milyen lesz az Isten haragja majd, amikor meglátjuk majd az utolsó napon, amikor az Isten haragja kitöltetik erre a földre. Isten megmutatta már az ő haragját az első özönvízben, amikor elpusztított szinte minden embert ezen a földszínén. De az utolsó haragja sokkal nagyobb lesz ennél, amit ki fog tölteni erre a földre. Erre kell nekünk készüljünk. Ettől a haragtól akar minket megóvni Istenek igéje, és Jézus Krisztus, aki elküldetett azért, hogy Isten haragjától megmentse minket. A megoldás az, ahogy tette Abigél is. Megalázkodni az ítéletre jövő Isten előtt. Megalázkodni még akkor, amikor még nem jött el az ítélet. Ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem ideje, hogy megalázkodjunk a mi Istenünk előtt, és azt mondjuk, Uram, méltó lennék én is az ítéletre. Méltó vagyok, Uram, arra, hogy büntess engem, és arra, hogy lemészárolj engem, hogy az örök kárhozatra ves. De jövök ma, Uram, irgalomért és kegyelemért. Uram, bocsáss meg nekem. Uram, látod azt, hogy mennyi gonoszságot elkövettem ellened. Kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. Ebben a történetben olyan szépen kilátszanak ezek a mozzanatok, hogy mi miért történik. De olyan jól látszik a megoldás is, ahogy Abigél megértette azt, hogy az alázat útja az, ami ilyen esetben megoldást jelent. És Isten erre hív minket. Arra hív, hogy beismerjük a mi bűneinket. Mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, tőlünk pedig azt kéri, hogy mi is beismerjük és megvalljuk ő előtte. Szeretném ezt a történetet még felhasználni arra is, hogy más tekintetben is adjon nekünk tanácsot, vezetést, hogyan kell nekünk viszonyuljunk különböző helyzetekben. Ebben a történetben látjuk azt, hogy van benne egy sértett fél, aki Dávid, és van benne az a fél, aki megpróbálja kiengesztelni a sértett felet. Mit tegyünk akkor, amikor minket megbántanak? Mit tegyünk akkor, amikor valakire haragszunk, amikor bennünk is valaki ellen harag lobban fel? És ahogy olvassuk az Abigélnek a engesztelő szavait, ezekben nagyon jó tanácsokat találhatunk arra nézve, hogyha mi is ilyen esetbe kerülünk, ilyen helyzetbe kerülünk, amikor valaki iránt harag van a szívünkben, mit kell nekünk tenni? 5 dolgot szeretnék kiemelni Abigélnek a tanácsaiból, ahogy ő is tanácsot adott Dávidnak, és ahogy tudta csitítani a Dávid haragját is Nábállal szemben. Az első ilyen jó tanács, amit Abigél is mondott, az, hogy tekintsd meg azt, hogy kire haragszol. Hát nézd meg, milyen ember ez a Nábál. Hát még a neve is azt jelenti, hogy bolond. És valóságban ezt jelenti ez a Nábál név, hogy egy bolond, egy ilyen üres, léha ember, és ezt nevezi az ő neve is. És amikor jön Abigél Dávidhoz, azt mondja, nézd meg azt, hogy kire haragszol te, Dávid. Kedves testvérem, hogyha haragszol valaki ellen, nézd meg azt, hogy kire haragszol. És lehet, hogyha meglátod őt igazából, akkor meglátod azt is, hogy lehet, hogy van neki elég baja, lehet, hogy még van neki betegsége is, vagy olyan dolgai, hogy lehet nem érdemes rá haragudni. Hadd tekintsük meg először is azt, hogy kire haragszol egyáltalán. Ne lásd olyan nagynak azt a szálkát, hanem lásd meg a másik embernek a gyengeségét. A második tanácsa Abigélnek az volt, hogy ne saját kezeddel szerezd magadnak elégtételt. Ez a legnagyobb kísértés az embernek, amikor megsértik, amikor valaki megbántja őt, hogy a saját kezével elégtételt szerezzen saját maga ügyében. Ilyenkor az ember a saját maga bírójává válik, és úgy gondolja, hogy ha valaki engem megsértett, akkor én egyfajta módon meg kell ezt bosszuljam, és elégtételt kell vegyek ebben az ügyben. De mi lenne akkor, hogyha ezt az ügyet oda vinnénk a bíróság elé? De nem a földi bíróság elé, mert ők is csak emberek, hanem oda vinnénk a mennyei bíróság elé, akiben hiszünk, akiben reménykedünk, és azt mondjuk, hogy igen, az én mennyei atyám, az örök bíró, és leteszem ezt az ügyet is az ő kezébe.
És amikor az ember a saját kezével akar elégtételt venni valakinek, azt jelenti, hogy én nem hiszek a mennyi igazságszolgáltatásban, Uram, majd én ezt elvégzem én saját magam, és majd én elégtételt teszek. Ez is egyfajta hitetlenséget fejez ki. Abigél is ettől óvja Dávidot, hogy ne a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Bízd az élő Istenre ezt az ügyet is. Bízd oda az Istennek ítélő kezébe, és ő majd igazságos ítéletet fog tenni. Kedves testvérem, hogyha megbántott téged valaki, avagy hiszel-e abban, hogy valóban az Isten igazságot tesz majd az utolsó napon? Vagy te akarsz saját magadnak igazságot tenni, míg itt a földön vagy? Te akarsz a saját magad bírója és ítélője lenni? Az Isten ettől akar minket megóvni. Ettől, hogy az ember saját maga felett uralkodjon, és saját maga jelentse ki magának azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha tudnánk oda tenni az Isten kezében, Uram, én a te szolgád vagyok. Uram, ez a te ügyed, és a te kezedbe helyezem. A harmadik tanácsa Abigélnek az volt, hogy ne feledkezel arról, hogy Isten maradandó házat épít neked. Erre emlékezteti Dávidot. Dávid, emlékszel a proféciára? Emlékszel arra, hogy Isten azt mondta neked, hogy neked maradandó házat épít? Olyan királyságod lesz, amely királyság nem fog véget érni? Ezeket a proféciákat Sámuel mondta, és így tudta a nép, hogy milyen királya fog neki lenni. Erre emlékezteti Abigél is Dávidot. Erre emlékeztet Isten is minket ezen a ma estén. Ha valakivel szemben harag van a szívedben, emlékezz arra, hogy Isten neked maradandó házat fog építeni. Ha azon bosszankodsz most, hogy valaki elvett a házadból egy részt, vagy a kertedből egy részt, vagy valamivel téged megkárosított, az Isten azzal emlékeztet téged, hogy emlékezz arra, hogy ez úgyis itt marad. És Isten maradandó házat készít neked, olyat, amit soha senki nem fog tőled elvenni. Hiszel abban az örökségben, és hiszel ebben a megjutalmazásban? Dávid hitt benne, és Dávidot meggyőzte valóban, hogy igen, tudta azt, hogy az Isten, amit mond, azt meg fogja cselekedni. Hadd legyen számunkra is ez bántorítás. Negyedik tanácsa az volt, hogy Dávid, azért fog téged Isten megjutalmazni, mert te az Úr harcait harcolod. Vajon el tudja Isten mondani ezt rólunk is, hogy mi az Istennek harcait harcoljuk? Nekünk az Úr harcait kell harcolni, és nem az emberekkel kell viaskodni. És sokszor annyi energiát fektetünk abba, hogy a mi emberi harcainkat megharcoljuk, és nem vesszük fel az Istennek harcát. De az Isten pedig arra hív minket, gyere és harcolj én velem. Harcolj az én oldalamon. Harcolj a valóban a gonoszság ellen, a levegőbeli hatalmasság ellen. És amikor mondja az ige, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem mindezek a gonosz lelkek ellen. Kedves testvéreim, tudunk-e az Isten oldalán harcolni? Ott vagyunk-e, mint az Istennek harcosai? Mi jellemzi a mi életünket? Az, hogy egymással viaskodunk, vagy az, hogy az Isten oldala mellett harcolunk? Hogy az Isten ügyéért harcolunk, úgy, ahogy Pál apostol is tette, és a többi proféták is, hogy az Isten ügyét tartották fontosnak és szentnek, hogy ezeket megharcolják. Ezt mondja Pál apostol is, a hitet megtartottam, futásomat elvégeztem, és megharcoltam a szép nemes harcot. Ha tudnánk mi is azt a nemes harcot harcolni, hogy az Isten bíz ránk. Ha mind azzal foglalkozunk, amivel az emberi méltóságunkat sértik meg, ez nem az Istennek harca. Ezeket le kell tegyük, és kell lássuk azt, hogy miben sérül, miben csorbul az Istennek dicsősége. És nekünk azért kell harcolni, amikor az Isten nevét gyalázzák. Azért kell harcolnunk, amikor az Isten nem dicsőítik úgy, ahogy kéne. Ez ellen kell nekünk felvenni a harcot. Amikor látjuk, hogy az emberek bálványimádásban vannak, vagy látjuk azt, hogy minket is kísértenek a bálványok, az ellen kell harcoljunk, hogy ezeket legyőzzük, és nem azokat, hogyha valaki minket megsértett. És az ötödik tanács az volt Abigélnek, ne kövess el olyan dolgot, amit majd később megbánnál. Dávid, ha te majd királyságra kerülsz, ne bántson téged majd az a tudat, hogy te vért ontottál igazságtalanul, meggondolatlanul, mert téged ez majd gyötörni fog, és ott lesz majd a lelkiismeret furdalás a szívedben. Kedves testvérem, nem tudom, mi történt veled a múltban, de lehet, még mai napig is sok sérelmet hordozol azért, mert valamit megtettél egykor, felindultságban, dühödben, haragodban, amit még lehet mai napig is bánsz. Amit lehet, hogy mai nap is, hogyha lefekszel, alszol, lehet eszedbe jutnak, és még mindig ott marcangolják a lelkedet azok a tettek, amiket régen tettél, amiket tudod, hogy nem kellett volna megtegyél. Így emlékezteti Abigél is Dávidot. Vigyázz, Dávid, mert nem könnyű a lelkiismerettel szembenézni. Nem könnyű olyan dolgokat felvállalni, amiket később majd megbánsz. Vigyázz, hogy mit teszel, kedves testvérem. Könnyű a bűnt elkövetni, de nehéz a bűntől szabadulni. Könnyű a bűnt megtenni, de nehéz a bűnt beismerni.
És az Isten erre hív minket, hogy nagyon gondold meg azt, hogy mit teszel. És főleg, amikor harag van a szívedben, a kísértő nagyon könnyen tud benned munkálkodni, hogy olyan dolgot tegyél meg, ami bűnös dolog, és amit később megbánhatsz majd. Nem mondd azt, hogy ezt haragomban tettem, ezt indulatomban tettem, és igenis jogos a haragom, és ez nem ruház fel arra, és nem jogosít fel arra, hogy ilyenkor az ember bármit megtehet. Hány ilyen eset van lehet, amit később megbánsz, amit nem kellett volna megtegyél. Az Úr óvjon meg minden ilyen haragos dologtól, és az Úr adjon nekünk jó belátást. Azt mondja az ige, haragudjatok, de ne vétkezzetek. És a ti haragotok nem fogja segíteni az Istennek országának növekedését. Az ember haragja, az nem épít az Isten országát. Hadd bízzuk az Istenre az igazság szolgáltatást. És néhány jó tanács azok felé is, akik bocsánatot kell, hogy kérjenek. Mert Abigail ebben is jó példát mutat. Lehet, hogy nem a megbántott fél vagy, hanem az a fél, aki te bántottál meg valakit. És bocsánatot kell kérjél attól az illetőtől. Abigail erre nézve is egy nagyon jó példa előttünk, hogy hogyan kell ezt tenni. Így kell nekünk jöjjünk a mi Istenünk elé, és lehet a mi embertársaink elé is, hogy a mi bűneinket megvalljuk, és így tudjuk rendezni ezeket. Elsősorban Abigail azt látjuk, hogy mikor találkozott Dáviddal, akkor meghajtotta magát előtte. Lehajolt arccal a földre, és így jött Dávid elé. Pedig Dávid akkor még nem is volt király, de mégis tisztelte őt, és tudta azt, hogy most én a Dávid kezében vagyok, és Dávid az ő bosszújában most megölhet minket. Ilyen módon kell nekünk is jönnünk a mi Istenünk elé. Kedves testvérem, mikor volt az, amikor utoljára leborultál az Isten előtt? Amikor valóban ott voltál előtte, és tudtad azt, hogy a te életed az Istentől függ, és méltó vagy arra, hogy az Isten lecsapjon és lesújtson rád, de ott voltál előtte, és azt mondod, Uram, bocsáss nekem, és irgalmaz nekem. Arccal a földre borulva, így volt Abigail Dávid előtt, így jöhetünk mi is a mi Istenünk elé. Aztán másodszorban beismeri saját bűnösségét. Nem leplezi, nem titkolja, nem próbálja hárítani, hanem azt mondja, hogy Dávid, én vagyok először is a hibás. Én is ott voltam, én is ott lehettem volna, de nem vettem észre a szolgáidat, bocsáss meg nekem, bűnös vagyok én is ebben a dologban. Magára veszi a bűnt, magára veszi a saját bűnösségét. És ha valami bűnt követtél el, testvérem, akkor nem másikra mutogass, hanem ismerd be a saját bűnödet. Mindig ez fogja megoldani mindenféle konfliktust, ha beismered azt, amit te rosszul tettél. És akár gyülekezeti szinten, vagy személyesen is, így kell nekünk jöjjünk az Isten elé. Uram, bocsáss meg az én bűneimet. Uram, annyit vétettem az én testvéreim ellen, bocsáss meg nekem, Uram, és beismerem azt, amit tettem veled szemben. Aztán harmadik pontban Abigail ajándékot hoz Dávidnak. Ajándékot készít. Az ajándék az mindig valami olyan dolog, ami megoldja, megolvasztja az embereknek a szívét. Van ennek ma negatív hozadéka is, amit korrupciónak neveznek, amik olyan ajándékok, amik megpróbálják az igazságot elfordítani, de van ennek egy pozitív oldala is, a kedves ajándékok, a jó szívből jövő ajándékok. Amikor tényleg azért adsz valakinek, mert a szeretetedet akarod kifejezni, a nagyra becsülésedet akarod kifejezni a másik ember iránt. Ajándékozni. Mennyire fontos ez sokszor nekünk is, embereknek. Mennyire jól esik, amikor már valaki úgy jön feléd, hogy egy ajándékot hoz neked, és azt mondja, nézd, hoztam neked egy ajándékot, és akkor mindjárt elmosolyodsz, mindjárt ott van a kíváncsiság, hogy mit hoztál nekem, mi az, amivel te most hozzám akarsz jönni. Mennyivel inkább az Isten tudja kedvesen fogadni azokat, akik így jönnek ő elé, hogy ajándékot hoznak előtte. Emlékeztek, hogy még a királyok, azok a bölcsek se jöttek üres kézzel, amikor Jézus meglátogatták? Aranyat, tömjént és mirhát hoztak elé. Vajon mi, amikor jövünk az Úr elé, milyen ajándékot hozunk elé? Mindig várjuk, hogy Uram, adj nekem, de mi az, amit leteszek az Isten elé? Uram, ezt én akarom most neked adni. Ezt az időt, ezt a szolgálatot, ezt a dolgot, Uram, ezt most oda teszem a te oltárodra. Én most ajándékba akarok neked valamit adni. Így jött Jézushoz az a bűnös asszony is, aki odaöntötte azt a drága kenetet a Jézus lábához. Nem nézte azt, hogy mennyi volt az ára, mert ő az ajándékba hozta. És Jézus Krisztusnak valamit ki akart fejezni, hogy Uram, én szeretlek téged, és nagyon bánom mindazt, amit tettem. Hadd tudnánk mi is ilyen tiszta szívből ajándékokat hozni az Úr elé. Negyedik pontban Abigail bocsánatot kér, és valóban őszintén bevallja azt, hogy bocsáss meg nekünk, Dávid. Bocsáss meg, és ne haragudj ránk, amiatt, amit tettünk. Ezt várja az Isten is tőlünk. Őszinte bocsánat kér is. Beismerni azt, amit tettünk. Ez a megtérés útja, ha így beismerjük. Az utolsó pontban Abigail, amikor megszólítja Dávidot, folyton őt urának és királyának nevezi, saját magát pedig szolgáló lánynak tekinti.
itt vagyok előtted, mint a te szolgálód. Vajon így tudunk eljönni az Istenhez? Uram, te vagy az Úr, én vagyok a te szolgád. Meghajtom magam előtted, itt vagyok, hogy neked szolgáljak, és tegyem azt, amit te mondasz nekem. Így kell nekünk jöjjünk az Istenünk elé. Olyan csodálatos ez a történet, hogy Abigail, amit így megtett Dáviddal szemben, hasonlóképpen kell nekünk is ezt tegyük az Istenünkkel szemben. Mert ő a mi királyunk, és ő a mi urunk. Akit nagyon sokszor felbosszantottunk már a mi bűneinkkel, de aki kész arra, hogy megbocsásson nekünk. Ezen a ma estén is, ha őszinte szívvel jövünk hozzá, tegyük le mindazt, ami a mi szívünkben van. Ha harag van a szívünkben, jöjjünk azzal is az Úr elé, és mondjuk azt, Uram, tégy igazságot az én ügyemben is, és hiszem az Úr fog tenni csodát. Úgy, ahogy tett a Dávid esetében is. Nem kellett Dávid kiontsa Nábál életét, az Isten igazságot tett az ő ügyében, és igazságot szolgáltatott. Bízzuk mi is a mi életünket Krisztusra. Amen. Jöjjünk most is, imádkozunk, kedves testvéreim, és ha tudnánk így most közeledni az mi Urunkhoz. Forduljunk most 2-3-as csoportban egymás felé is, így ezekben a témákban, a harag, bocsánatkérés témájában, abban, hogy hogyan tudjuk a mi bűneinket megbánni az Isten előtt, imádkozzunk most. Bátorítom a gyülekezetet most, hogy alkossunk ilyen kisebb csoportokat, és így tudjunk imádkozni most néhány percet együtt. Thank you.
jó az Isten hozzánk, aki nem a haragját jött kiönteni, hanem a kegyelmet adni. És így adja elénk az evangéliumot, azt, hogy használjuk és hogy éljünk vele. Ma még lehetőségünk van, és Isten nem 2-3 napot adott csak az embernek, hogy gyorsan megtérjen, hanem már több mint 2000 éve vár az Isten, hogy az ember jó belátásra téren, és leboruljon, és megalázkodjon mindenható Isten előtt. Így adja Isten elénk a kegyelmet, csak nekünk használni kell. Itt van, de mégis nem mindenki használja. Kicsit olyan ez, mint ez a napellenző, ami ott van a napellenző, de mégis nem használjuk, és szerint testvérnőknek a szemébe süt a nap, majd máskor legyünk figyelmesek erre, hogy behúzzuk a sötét előtt. Kedves testvérem, szeretném mondani azt is, hogy az Isten szeretne minket gyógyítani valóban ezekből a sebekből és a haragból is. És jelentjük azt is ezen a ma estén, lehet az irodában átvenni kötszereket, arra nézve, hogyha valakinek erre szüksége van, akkor ezekből lehet vinni. Tehát most ma este az irodában kötszereket és ilyen elsősegélynyújtó orvosi felszereléseket lehet kapni ingyenesen, akinek erre szüksége van. Jobb így, testvérnők? Most már látjátok, hogy hol vagyok, igaz? Kezdjük előről a prédikációt. Boldog azok, akik nem látnak és hisznek, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus is. Szeretném még jelenteni azt is a testvéreknek, hogy még szükség lenne személyzetre az ifjúsági táborba. Említjük újból, és kérjük a testvéreket, akik gondolkoznak rajta, hogy gondolkozzanak úgy, hogy erre nagyon szükség van, most még csak 2-3 személy van, aki erre jelentkezett, és nagy fennakadásban vagyunk, úgyhogy kérjük a testvéreket, ha valaki tudná vállalni, hogy július 28-tól augusztus 6-ig segít ott fenn a Gyergyóban a konyhán, akkor nagyon szeretettel vennénk, és nagyon segítség lenne. Úgyhogy bátorítom a testvéreket, testvérnőket, hogy gondolkozzanak pozitívan és szolgálatkészen ebben az ügyben is, és így tudnánk odaszánni a mi életünket Krisztusnak. Szeretettel köszöntünk mindenkit, látom, vannak közöttünk vendégek is, az Úr áldjon meg mindenkit, akik itthon vannak, vakációznak. Legyenek az Istennek kegyelmében, az ő áldásában. Vasárnap reggel újból 9 órától fogunk találkozni, és este pedig délután majd 6 órától. Szeretettel várunk mindenkit, az Úr áldjon meg mindenkit, adjon egy áldott hétvégét, keressük az Istennek jelenlétét is, tanuljuk meg ebből az igéből azt, hogy a békesség követei legyünk, így járunk békességben mi is az emberek között, hogy békességben legyünk Istennel és az emberekkel. Amen. Álljunk most fel, és imádsággal fejezzük be. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a szép történetet, ami egy valóságos történet, és amiben láthatjuk a Nábál esetét is, és láthatjuk az Abigél esetét is. Láthatjuk két személynek a sorsát és az életét, hogy milyen a sors annak, aki a keménységet választja, a kőszívet, és milyen annak az élete, aki választja az alázatot, a megalázkodást, a bűnvallást. Úr Jézus, szeretnénk olyanok lenni, mint Abigél. Szeretnénk, Uram, úgy járni alázatosan és hűségesen Te előtted, mint ahogy tette ő is. Meghajtva magunkat, és azt mondani, hogy Uram, mi a Te szolgáid vagyunk, és készek vagyunk, Uram, tenni azt, amit Te mondasz nekünk. Uram, igen, méltó, vagy jogod lenne arra, hogy ítélj, és megítélj, Uram, minket, de köszönjük, Uram, hogy kegyelemmel és irgalommal jössz. És Uram, így akarunk mi is esedezni. Segíts, Uram, hogy ne legyünk mi olyanok, akik nem fogjuk fel ennek valóságát is. Uram, ezen a mai napon is az emberiség csak szórakozik, mulat, és nem látja, Uram, azt, hogy milyen nyomorúság jön, és milyen ítélet jön erre a földre. De köszönöm, Atyám, azt, hogy Te ettől akarsz minket megmenteni. Köszönöm, Atyám, azt, hogy igazságos vagy, és Uram, szeretnénk minden ügyünket, Uram, a Te kezedbe tenni. Köszönjük, hogy ott van a mi életünk is, és hisszük, Uram, azt, hogy a Te kegyelmed az, ami megtartja a mi életünket. Segíts, Úr Jézus, hogy mi is így tudjunk megbocsájtani másoknak, hogy ezért kérünk tőled bocsánatot, hogy ahogy Te megbocsátasz nekünk, mi is megbocsátassunk másoknak is. Urunk, add nekünk ezt a békességes lelkületet, azt, hogy keressük a békességet veled és egymással is. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus.